Műsorunk fő támogatója a BMW. Támogatónk a magyar Suzuki ZRT. Ruházatunkról a Danger Bikes gondoskodik. Gumi szakértőnk a Revolution Motor. Média partnerünk a Motor és Verda magazin. Szia Lale, örömmel üdvözlünk itt a körünkben. Visszatértél ugye a Dakarról. Hát mesélj nekünk, mi történt ott veled. Sziasztok, és köszönöm a meghívást. Hát igazából ez a Dakar sem úgy alakult, ahogy én szerettem volna. Most ugyan nem rajta múlott a történet, hanem a technika feladta magát. Mi volt a konkrét probléma, azt lehet tudni? Igazából ez egy hosszú történetnek ez volt a végeredmény, ugye mert te is mondtad az előbb, hogy mindennek van vége, és az most vége volt. Ugye a motoromat felújítottuk, és amikor tettük be a blokkot a helyére, akkor nem lett összedugva egy csatlakozó rendesen. Igazából az volt a probléma, hogy a ventilátornak a csatlakozója szétcsúszott és nem volt hűtés. Gyakorlatilag megfőtt akkor a motor. Igen, igen, sajnos. És ennek fényében hogy néz ki a... Vicces egyébként 2018. január végén azt kérdezget, hogy mi lesz 2019-ben, de végig is ez a kérdés, hogy mi a helyzet 2019-ben? Hát igazából én kint ugye azt nyilatkoztam a televíziónak, hogy nem lesz többet, de úgy is mentem ki, hogy nem lesz többet. Aztán hazajöttünk és ez kicsit átett értékelve a dolog. Egyenlőre nem lesz többet. De azt gondolom, hogy belecsaptunk egy új dologba, ami szerintem egy nagy dolog Magyarországon. Megpróbáljuk létrehozni a legnagyobb tömegben a tereprali motorosokat, össze szeretném fogni, és elindulunk a bajnokságba egy Lale Racing Dakar Team néven. Tehát gyakorlatilag alapítasz egy csapatot, ezt nyugodtan ki lehet így mondani. Igen, a csapat már megvolt tulajdonképpen a Dakarra is, csak eddig egymagam versenyeztem benne. Most társult hozzánk egy kvados versenyző is, két motoros még, úgyhogy négyen fogunk támadni a bajnokságban, mint magyar bajnokságban, aztán az Európa bajnokságban és a világkupán is szeretnénk menni. És van még több olyan verseny, amit szeretnék én ugye a Dakar mellett kipróbálni. Ez az évvégi mexikói, ez a Baja 500-as versenyen szeretnék még rajtozálni. Teljesen más szakák, nem teljesen, de más szakággal versenyzővel beszélgetve ugye a gyorsasági motorozásból, te is úgy látod, hogy itt ez a versenyzői menedzsment, ez nagyon-nagyon gyerekcipőben jár Magyarországon, illetve hát kvázi nem létezik szinte. Igazából én is így láttam ezt, egy hibát látom itthon Magyarországon. Én próbálkozok már 8 éve ebből a dologgal, több-kevesebb sikerrel. Volt menedzser mellettem, aki azt gondoltam, hogy majd segíteni fog, aztán nem. És tavaly előtt kezdtünk el dolgozni, úgyhogy magam kezdtem el csinálni mindent. És utána megtaláltam a Krisztiánt, a sajtóval felvettük ugye a kapcsolatot. Krisztiánnal hogy kerültetek össze, hogy alakult ki ez a kapcsolat köztetek? Hát ez a kapcsolat úgy került, igazából úgy kezdődött el, hogy én egy médiumnál dolgoztam, ahol Lajos tulajdonképpen, mint egy média partner, sportoli partnerünk jött be a képbe, és aztán a későbbiekben mi összebarátkoztunk, és amikor a legelső Dakarjára kiment Lajos, akkor ott vette észre meglepetten, hogy akit kivitt magával, hogy ő a sajtóhátteret nem igazán tudta kezelni, és lényegében ő meg is ijedt attól, hogy nem lesz sajtó megjelenése, hiába van kint a Dakaron én. És pontosan emlékszem, hogy este 10 óra 30 perckor, december 31-én írt rám egy üzenetet, hogy tudnék-e neki segíteni. Én akkor persze azonnal belevetettem magam ebbe az egész folyamatba, és úgy elkezdtem összeállítani azt a féle sajtóhátteret, ami egy Dakarhoz szükséges, és rendesen onnantól fogva ment minden. Ekkor még nem, hogy mondjam, szerződött partnerként dolgoztunk egymással, viszont hát háló Istennek a későbbiekben az is eljött, hogy teljes értékű csapattag lehettem, és lehetek. Beszélgettünk arról, ugye a Dani az előbb kérdezte, hogy akkor most mi a jövő. Ugye mondtad nekem, még a decemberi adásban ment le, hogy hát ez az utolsó Dakarod. Én ma akkor mondtam már neked, ugye, hogy van egy angol mondás, hogy soha nem mondd, hogy soha. Úgy látom, hogy ez tényleg változott. A csapattal ti együtt fogtok készülni mindenre, vagy pedig egy kicsit tyúkanyó módjára inkább őket fogod preferálni, hogy nekik sikerüljön az álmaikat megvalósítani? Igazából az én célom az, hogy most ebben az évben kicsit hátrébb vonulnék a garakkal, visszavonnám az én erővonalaimat, és megpróbálom őket előre tolni. És szeretném azt elérni, hogy nekik, mint versenyző, azzal kéne csak foglalkozni, hogy saját magukkal foglalkozzanak és felkészüljenek a versenyre. Én megpróbálom mélyű tenni a Krisztián eljut a sajtóhátteret, és ugye megpróbálom minél több helyen, rendezvényen megszerepelni. Viszont ugye én nekem 8 évet el lett, hogy ideig eljutottam. Rengeteg dolgot megtapasztaltam, rengeteg jót, rengeteg rosszat, és ugye szeretnénk a rosszakat kizárni, és ugye csak a pozitív dolgokból táplálkozni. És azt gondolom, hogy
ha ezzel meg tudom segíteni az életüket, akkor el tudják érni azt, amit én ugye kijutottam a Dakarra, és kint voltam, és ez egy akkora öröm számomra, hogy ezt ők is éljék át is erre, hogy ezt szeretném. Én mindent megtettem azért, hogy ott lehettem magamhoz képest, mint anyagi keretem és ugye fizikailag is mindenhogy, hogy fel tudtam készülni. Most erre tellett, de azt gondolom, hogy nem adom fel, és 2020-ban támadunk újra. Műsorunk fő támogatója a BMW. Támogatónk a Magyar Suzuki ZRT. Ruházatunkról a Danger Bikes gondoskodik. Gumi szakértőnk a Revolution Motor. Média partnerünk a Motor és Verda magazin.